A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Visszatértünk a nyári szünetről, így ismét friss témákkal készülünk Önöknek. A mai adásban megmutatjuk, hogyan zajlott térségünkben a kettő legnagyobb fesztivál, az EFOT és a FEZEN. Tartsanak velünk! Azaria, Valmar, Jude Law, Well Hello. Csak néhány azon nevek közül, akik fergeteges koncertekkel örvendeztették meg a bulizni vágyókat a Velencei tó partján. Az EFOT-on emellett számos nappali program is várta a kikapcsolódni vágyókat. Idén is megrendezték az egyetemisták és főiskolások országos turisztikai találkozóját a szokott helyszínen a Velencei tó partján. A fesztiválozók dolgát megnehezítette a nagy hőség. A kempingezők nehezen tudtak pihenni, de azért az esti koncertek kárpótolták őket. Nagyon meleg van, nagyon rosszul bírjuk, de hál' Istennek nagyon sok olyan spot van, ahol tudunk hűsölni. Az idei házigazda az Óbudai Egyetem Verzum sátorába menekültek a legtöbben a hőség elől. A légkondicionált helyiségben előadások, bemutatók várták a fiatalokat a fesztivál ideje alatt, de többen azért tértek be, hogy itt kipihenjék az előző napot. Azért az egyik legjobb hely szerintem, mert itt egész nap légkondicionált a helyiség, és igazából itt tudnak a fiatalok pihenni, illetve egy kicsit kiszakadni ebből a nagy nyüzsgésből, ami az egész fesztiválon történik. Én ezt mondanám, hogy itt ez a legjobb hely. Az Óbudai Egyetem szabadidős programokkal is készült, lehetőség volt hajat fonatni és vágatni, divatos pólókat készíteni is. A koncertek is nagyon jók, kedvesek az emberek is, szóval én nagyon élvezem ezt az egész fesztivált. Az Óbudai Egyetem legfőbb célja a közösségépítés volt és a tehetségeik bemutatása. Azért tartom nagyon fontosnak, hogy az Óbudai Egyetem részt vesz ezen a programon, illetve az EFOT-on különböző kitelepülései vannak, mivel fontosnak tartom, hogy megmutassuk, hogy mennyi teret adunk a tehetségeknek, mennyi teret adunk a hallgatóknak, milyen szuper lehetőségek vannak nálunk. Sok ezer ember és több tucat szervezet volt jelen az EFOT harmadik napján is, ahol izgalmas programokon vehettek részt a látogatók. A tópart mellett található standok között a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai is megtalálhatóak voltak, akik bemutatták munkájukat a fiataloknak, és az ellenőrzött minőségi termékek vásárlására is felhívták a figyelmet. Egy határátlépéskor lefoglalt, illegálisan szállított kiskutya is a NAV munkatársaival tartott, akit 4 hónaposan, vagyis túl fiatal korban próbáltak meg átvinni a határon. Fontos felhívni minden állattartó figyelmét, hogy külföldre utazáskor a kiskedvenc útlevéllel, csippel, illetve a kötelező védőoltásokkal kell, hogy rendelkezzen. Mindenképpen szerettük volna bemutatni a Nemzeti Adó és Vámhivatal bevetési igazgatóságának is a szakterületét, ugye ez a NAV-on belül a rendészeti szakterület, illetve egy picit bevezetni az érdeklődőket a hamisítás világába, úgyhogy amivel én itt készültem, a különböző csempésztrükkök, illetve a hamis termékeknek bemutatása, azoknak a veszélyei, illetve hogy hol találkozunk ilyen termékekkel. Mi nagyon sok esetben ellenőrzünk az ország közútjait, közterületein, és nagyon sokszor találkozunk illegálisan szállított állatokkal, illetve csempészállatokkal. Ő egy illegálisan szállított kisállat, azt kell tudni, hogyha valaki házi kedvenccel utazik a sajátjával például, úgy teheti meg ezt tagállamok között, hogy rendelkezik a kisállat állatútlevéllel, aminek érvényesnek kell lennie. Nagyon sok összetevőből áll, például az egyik ilyen dolog az, hogy az kisállatba kell, hogy legyen csip, ugyanennek a csipnek a száma kell, hogy legyen az útlevélbe, illetve kell hozzá egy veszettség elleni védőoltás, amit az állatorvos maga rögzít a csipszámhoz. Amikor mi találkozunk egy, mondjuk vegyük egy román furgont, és találunk benne élő állatot is, akkor ezt a szabályt ellenőrizzük. Rendelkezik-e a kisállat
csipszámmal, csippel, útlevéllel, vagy nem. Sajnos nagyon sok olyan esettel találkoztunk, hogy az útlevélből hőre eltűnnek az adatok, nincs útlevél, hamis útlevél van, illetve a kisállatokat túl fiatal korba szállítják. Nekünk ez nem hatáskörös, ezért ilyenkor azonnal értesítjük az adott vármegye hatósági állatorvosát, aki eldönti, hogy ez az kisállat tovább mehet, megfelel az utazás szabályoknak, illetve nem felel meg. Miló esete, egy ilyen eset, őt 4 hetesen próbálták Romániából Olaszországba csempészni, semmiféle okmányok, egészségügyi okmányokkal nem rendelkezett, illetve nagyon túl fiatal volt, ezért a hatósági állatorvos elköbozta, elhelyezte őket egy állatvédő egyesületnél. Én meg későbbiekben jelentkeztem örökbefogadónak, mert nem tudtam elfelejteni az ő tekintetét. Egy pici másokas vagyok. Ez a mondat az EFOT idején sokszor elhangozhatott. A fesztiválozók láthatóan idén is jól érezték magukat a 4 nap alatt. Szombaton napközben sokan próbálták kipihenni az előző napok buliforgatagát, és a rekkenő hőséggel is meg kellett küzdeniük a fiataloknak. A szervezők bár megrendelték a jó időt, úgy tűnik, kicsit túl is rendelték azt, hiszen szombaton 35 fokos forróság volt a parton. Sokan több napra érkeztek, de voltak, akik csak egy-egy estére, a kedvencek koncertjeire látogattak ki. A mai fellépők miatt leginkább. Ez a zsúdló, halott pénz, Azaria 3-as, ez nagyon érdekel minket. A szervezők a nagy melegben igyekeztek segíteni a fesztiválozókat, ingyenes vízvételi pontokat alakítottak ki, napközben frissítőt osztottak. A fesztivál sajtófőnöke szerint az idei rendezvény sorozat is sikeres volt. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az EFOT az nem esti buliknak a sorozata, hanem olyan nappali kavalkád jön itt mindig létre a kitelepülőkkel, mind az egyetemektől, a civil szervezetektől, a vállalati kitelepülőktől, ahol elképesztő mennyiségű aktivitás, sportot, játékot tud mindenki kipróbálni, és a napközbeni időtöltést is tartalmasan tudja az EFOT-on végezni. Szerdától szombat estig pedig olyan nevek szórakoztatták a hazai zene szerelmeseit, mint Azaria, Majka, Krúbi, a Valmar, Manuel, Judlo, T. Deni és még sokan mások. Az biztos már most, hogy jövőre is vár mindenkit az EFOT, hiszen már elindult a jegyértékesítés a 2025-ös fesztiválra. Székesfehérváron is tombolhattak a bulizni vágyók augusztus elején. A Fezenen idén is 2 nagy színpaddal, hazai és külföldi előadókkal várt a Fezen mindenkit. Szerdán délután 2 órakor nyitotta meg kapuit Székesfehérvár országos hírű zenei fesztiválja a Fezen. A legbátrabbakat a délutáni hőség sem tántorította el attól, hogy belevessék magukat a könnyű zenei programok vége láthatatlan sorába. Ja, nem is tudom, ma ki lesz. Hát lesz Lord is, hát az a öregeknek való. Az nem oda, nekünk való. Nem, csak benézünk majd, amikor a vándort éneklik, úgyhogy ezt majd megnézzük. De hát nem az első, úgyhogy mindent voltunk tavaly is. Mindent szeretünk a mi fesztivál. Itt leszünk az összes napon, és igazából inkább a rockonál érdekel minket, tancsapdaró, depresszió, de a skútert is nagyon várjuk. Jó itt a hangulat, mert laza, közel van hozzánk, jó a közönség, nem tudom, el lehet hozni a család már. Teljesen jó. Apukám is nagy ilyen rock szerető ember volt, és ezért szeretem. A Fezerre meg úgy készültem, csak hogy jól érezni magunkat, és kicsit kivinni a tömegből. Színes látványban és változatos koncertekben ezúttal sem volt hiány. A Lordtól jól megszokott rock and roll életérzés mellett a Pornograszt autentikus zenéjével melegíthetett a közönség az esti programokra. A mi repertoárunk is nyílt már egy nagyon-nagyon jó nagyot, de hát onnantól kezdve, hogy már pogány induló játszunk, meg AC/DC-t játszunk, innentől kezdve már nem lehet azt mondani, hogy nincs való helye mondjuk egy ilyen fesztiválon például, de törekszünk arra, hogy minél több folklór, hagyományos cigányzenét próbáljunk eljátszani. Oláh József arról is beszélt, hogy számára szívet melengető, amikor a jól láthatóan más zenei vonalat képviselő rajongókat is magával ragadja a produkciójuk. Nem hiszem, hogy egy rockzenész nagy Pornograszt rajongó lenne, de ha koncerten itt van és meghal minket, biztos, hogy rá fog keresni a zenénkre is, és el fog jönni a következő koncertre is. Ezért vagyunk büszkék erre, mert hogy ezáltal azt lehet mondani, hogy majdnem minden koncertünk azok teltházasok.
Az első napon az említettek mellett fellépett még többek között az Avantasia, Betonhofi, a Karszonkoma, az Ossian és a Belga. A Fezen második napján a koncertek sorát a Kombi Christ nyitotta meg 17 órakor. A metal együttes Atlantából utazott Fehérvárra, hogy találkozzon rajongóival, zenéjével, szórakoztassa a közönséget. Mi a Kombi Christ miatt jöttünk, és nagyon nagy kedvencünk, a kislányom 2 éve dobol, úgyhogy több koncerten voltunk már, idén idejönnek, akkor mi idejövünk. Többeknek nagy élmény volt hallgatni a metal zenekar előadását. Először vagyok itt, nagyon élvezem, én igazából barátaimmal jöttem, nagyon régóta készülök fesztiválokra, most sok van a kezemen látszik. Egymás után ez a nyaram arról szól, hogy minden fesztiválon, minden koncerten próbálom beépíteni az energiákat, pont ennek a Kombi Christnak egyszerűen olyan energiájuk van. És most voltam először a koncertjükön, és annyira közvetlenek mindenki, a dobostól kezdve, már itt volt, mindenkit megismertem, és elképesztően kedvesek, barátságosak. Szerintem imádják az embereket, imádják a közönséget. A koncert után meg is mutatták közvetlenségüket a tagok, vidáman fotózkodtak a rajongókkal. A legnagyobb társaság volt, a közönség csodálatos. Nagyon jól éreztük magunkat, a korábbi budapesti koncertjeinkről is láttam itt barátokat. A Fehérvár nagy színpadon Gangsta Zoli és a Kartell lépett fel szép számú közönség előtt. A koncert előtt már jóval megtelt az első sor. Nekem ez az első élményem, így kint a fesztiválon, illetve a kamasz fiamat szerettem volna egy kicsit belevinni az életbe. Szeretem hallgatni, meg tetszik a szövegük. Igazából a szövegük tetszik a legjobban. A Hooligans este 19:30-tól szórakoztatta a közönséget, a zenekar 21 dalt hozott el a Fezen Fesztiválra. Próbáljuk vegyes vágottat csinálni, ugye most már van vagy 16 lemezünk, már nem is tudjuk számolni, hogy mennyi van, de az utolsó két albumunkról is nagyon sokat játszunk, meg a régiekről is, szóval fele-felébe van igazából a műsor, ami azt jelenti, hogy 10 régi dal van, 11 új, valamint hogy úgy értem az utolsó két lemezre, hogy az 3 éven belüli dalok, azért mi nem az a zenekar vagyunk, akik szeretne csak a régiekből megélni, hogy a régi slágereinkből, hanem mindig újítunk és új vonalon vagyunk most jelen pillanatban is. A Hooligansnek Sokorói zenész is a tagja, Romanek Gergely 2,5 évvel ezelőtt érkezett a zenekarba. Agárdi Popstrandon történt ez a találkozás, ott játszottam egy másik zenekarommal, a Hooligans előtt pontosan, és akkor hamarabb odaértek a srácok, megnéztek bennünket, és már akkor én nagyon tetszett nekik, amit ott a színpadon ténykedem, és amikor kiderült, hogy Kés Márki Zsolti szeretne kiszállni a zenekarból, akkor rögtön megkerestek, meghallgattak, és tulajdonképpen azóta együtt muzsikálunk. A Fezen második napján fellépett még többek között Tédeni, a Ród, Pogányinduló, a Tankcsapda és a Brains. Nagyon nagy! Rengeteg bulizni vágyót csalt ki a Fezen a harmadik napjára is, pénteken elszabadult a pokol, de természetesen csak a szó rokkos értelmében. Kiváló előadókkal, hazai sztárokkal találkozhattak a zenekedvelők ezúttal is. Azért jöttem el, hogy jól érezzem magamat. Ha már itt vagyunk, akkor Korda Gyurit is megnézzük, mert nem láttuk még sose. A Fezen mindig különös színfoltja a fehérvári zenei rendezvényeknek. A pénteki napon fellépett egyebek mellett a Joysticks is. A fehérvári zenekarral beszélgettünk a koncertjük előtt. Szőke Gábor, dalszerző, énekes és egyben a zenekar gitárosa arról mesélt, hogy legtöbbször jelen vannak a fesztiválon, hiszen Székesfehérvárra húzzák őket a gyökereik. Számukra fontos, hogy a fehérvári közönség előtt minél többször zenélhessenek. Nem az összes Fezenen, de nagy százalékban majdnem mindegyiken játszunk. De nekünk ez ilyen, hát fehérváriak vagyunk, úgyhogy tök jó zenélünk itt a városban 30, nem tudom hány éve, 30-35 éve, úgyhogy régóta. Úgyhogy nekünk ez fontos is, meg jó érzés is, hogy itt tudunk lenni. Ezután depresszióba estünk, persze nem a szó valódi értelmében, sőt, legnagyobb örömünkre kicsit közelebbről is megismerkedhettünk a zenekarral. Mi szeretünk valamilyenféle zenét, ezt szeretjük együtt játszani, és a mi ízlésünk találkozik a közönség ízlésével szerintem. Meg én azt gondolom, hogy ennyi idő után is a zenekar meg tudta őrizni a hitelességét. Tehát, hogy igen, mi 42 éves fejjel is szeretünk színpadra menni és zenélni, és én azt gondolom, hogy ez le is jön rólunk.
kiváló fellépők és hazai sztárok sorát erősítette még pénteken a Tobak és a Valmar is. Marics Petiék egészen konkrétan felszántották a színpadot az esti órákban, a közönségük pedig megőrült értük. Szombaton is érdemes volt a Fezenre kilátogatni. Este Horváth Tamás kezdte meg a koncertek sorát. Nekem ez az első Horváth Tamás koncertem, és Budapestről utaztam le csak azért, hogy őt, a Scootert lássam. Ők a fő előadó, akiket szeretnék megnézni. Ezen kívül még a metal részlegre is el fogok nézni, de Horváth Tamás az mindenképp fontos volt. Horváth Tamás még 2009-ben egy tehetségkutatóban tűnt fel, azóta énekel a közönségnek. A Fezenen régebbi és mostani dalaival szórakoztatta a zenéjét szeretőket. Azt mondják, hogy nyitni egy nagy színpadot nem túl hálás feladat. Hát szerintem nagyon hálás, szerintem ez zseniális. Mert ugye azt mondják, hogy ugye a fesztivál arcok azok általában este 7-kor kellek, de ez nem igaz. Itt voltunk 17:30-kor, és nagyon szépen megtelt a tér, rengeteg ember, ráadásul nem akármilyen közönség a fezeni közönség. Szóval én összetettem a kezemet, én nagyon hálás vagyok, imádtam minden pillanatát, és megtiszteltetés volt nyitni ezt a nagy színpados napot. Szombaton kezdésnek a Fehérvár nagyszínpadon a Junkies lépett fel a metal zene szerelmesei előtt. Voltak, akik igyekeztek az első sorba kerülni. A 93-ot járok Junkies-ra, 90-ben alakult hivatalosan, de a baráti kör 93-ban a Viking Klubba engem elvitt oda, és azóta rendszeresen a koncertjeikre. Ismerjük a zenészeket személyesen, kedves, rendes emberek, imádjuk a zenéjüket. A 30 éves Junkies zenekar már nem először érkezett a Fezenre, az eddigi 13 lemezük legjobb, legismertebb dalait hozták el a közönségnek. Nagyon szeretjük a fesztiválokat, és ezek közül is nagyjából 5, ami még közelebb áll a szívünkhöz. Tehát Fehérvár eleve nekünk egy eléggé hazai pálya, tehát én gyerekkoromban is rengeteget megfordultam, mit tudom, hogyha hazajönnék, úgyhogy bármikor szívesen játszom Fehérváron. A koncert helyszínek között sétálva találkoztunk két érdekesen felöltözött lánnyal. Minden nap megkeltük őket sétálni, mert már nagyon unatkoztak otthon. Vártuk, hogy végre kicsit kimozduljanak. Itt nem szólnak annyira érte. Nem volt benne a szabályzatban, hogy dínókat nem lehet behozni. És a kakasokról sem volt semmi. Na és akkor mesélj kicsit a te kakasodról. Hát igazából csak gyerekeket eszik, úgyhogy nem sok mindent itt tud enni, de egy-két gyerek, hogyha eltűnik, nem mi voltunk. A Jude Law koncertre is hamar megtelt az első sor, Kata egy különleges táblával is készült. A Jude Law koncertre jöttem, már itt vagyunk egy és fél órája, és szeretném, hogy a Spanom című dalát velem énekelje el. Azért csináltam ezt a táblát, világítós is, most nem kapcsolom be, remélem a sötétbe észre fogja venni. A szervezők tájékoztatása szerint a Fezen legerősebb napja a szombat volt, estére az összes jegy elfogyott. Sokakat megmozgatott, többek között Majka és Scooter a zárónapon. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.